Kígyók ezek a hastánc egyik legjellegzetesebb, legismertebb mozdulata, és emiatt nagyon sok helyen lehet használni. Van a szépen végrehajtott kígyókezek, meg van a nem. Ez még a válból indul, könyök, csukló, vál, könyök, csukló, másik kézzel is. És a nem korrekten végrehajtott, úgy is lehet mondani, hogy ez egy másik mozdulat, az az oktopusz. Picit más, korrekten végrehajtva. És az oktopusz. Nem az a lényeg, hogy kihúzzuk a fitness szalagot, hanem az, hogy a karjainkat egy helyben tartja. Fölemeljük és hátra húzzuk. Fölemeljük és a fülünk mögé próbáljuk a könyökünket tolni. Mellkasunk nyúlik. És most hátul megpróbáljuk felfele emelni. Nem széthúzás, hanem fölfele húzzuk. Minél inkább kilazul majd a vállunk, annál közelebb fogjuk tudni a karjainkat, a kezünket érinteni. Most széjjelre fogjuk, mert azt csináljuk, hogy teljesen átemeljük a fülünk fölött. Nem széthúzzuk, amennyire csak tudjuk, hanem csak átemeljük a fejünk fölött. Előre és hátra. És amint ügyesebbek leszünk, majd közelebb is tudjuk fogni a szalagot. És közelebb fogjuk, kis terpezbe állunk, és előre hagyjuk, hogy essen a vállunk, a karunk a vállunk. Most gyakoroljuk a kígyókezeket. Egyik oldalon kezdjük először. Vál, könyök. Ha meglátjuk, a könyökünk fölfele áll, válunk is, és csukló. Most azt kérem, hogy teljesen húzzad fel a csuklódat. És most a vál elkezdi lehúzni, könyök a következő, és csukló végig. Csináljuk ezt a másik oldalra. Vál, könyök fölfele néz, csukló, vál, könyök, csukló. Amit megfigyelhetted, csak először fölfele néz, aztán lefele, de a tenyerünk mindig lefele mutat. Tehát van benne egy csavarodás. Ez korrekt, ez jól csinálod. A másik nagyon fontos dolog, hogy próbáld meg a tenyereket szépen egyenesen tartani lefele. Következő dolog, meg képzeld el, hogy az ujjaid ecsetek, és az oldalsó falakat fested. Tehát nem húzhatod őket be. Tehát nem így csináljuk, hanem egyenesen föl, és szépen a falat végig simítjuk. Gyakoroljad ezt is, jó? Hogy fölhúzod teljesen, egyenes a kéz, és lesimítod. Tehát gondold azt, hogy húzzák a kezeidet az oldalsó falak felé. Tehát még egyszer. Vál, könyök, csukló, és vál, könyök, csukló, falat lesimít. Vál, könyök, csukló, lesimít a fal. Most azért gyakoroljuk ezt teljes formátumában, hogy megerősödjenek az izmaink, hogy belemenjen az izommemóriánkba. Tehát vál, könyök, csukló, vál, könyök, csukló, másik kéz, vál, könyök, csukló, vál, könyök, csukló. Most oda nézel és nézed, hogy végig simítod a falat. Nézed szépen, hogy a karod simítja a falat.
az érzést memorizálod, hogy milyen érzés nyújtott kézzel, amennyire csak lehet, ugye, mert azért forognak itt az izületek. A falat simítani, a képzeletbeli falat, milyen érzés simítani? Képzeletbeli fal, simít. Válkönyök csukló, válkönyök csukló, válkönyök csukló, válkönyök csukló. Még egy jó párszor. Gondolj arra, hogy minél magasabbra, és teljesen le, hogy a mozgásunk a legtávolibb, legtöbbet mozogjon a kezünk. Oké, most már nem kell oda nézni, ha van tükrünk, akkor a tükörből nézzük. Próbáljuk meg szinte egyszerre csinálni. Na most az a lényeg, hogy arra a kézre fókuszálunk az agyunkban, meg fölfele megy. Ami lefele megy, arra nem. Teljesen magasra. Jó, és akkor amikor lefele megy, akkor most ellenőrizzük, hogy nem törik be a csuklónk. Nyitjuk be így a kezünket, hanem szépen végig húzzuk a falat képzeletben. Kint szélen, tehát könyök sem hajlik be, hanem szép, nagyon egyenes. Oké? Most már kezdjük érezni. Miért gyakoroltuk ezt ennyire? Mert ez egy teljes kígyók ezek, de nem muszáj nekünk, amikor hastáncolunk, teljesen ezeket csinálni. Nézzük variációkat. Nagy kígyók ezek. Kisebb kígyók ezek. Ugyanaz a mozdulat, csak nem megyünk teljesen a tetejéig és a végéig. Nagyon kicsi kígyók ezek. Szinte csak hullámzás, de ugyanúgy megvan az összes mozdulat, a vállcsavarodás, a könyökcsavarodás és az egész. Ugyancsak nem húzzuk be a kezünket, hanem a falat festegetjük. Oké, ez eddig unalmas, ugye? Nézzük csak meg, mit lehet még csinálni. Irányba változtatni, tehát eddig volt oldalra, lehet előre. És lehet háromnegyedes szögben is. Nézzük csak meg! Teljesen vagy előre. Oké. Most háromnegyedesen. És most csak kicsit. Ugyanúgy mozog a váll, mint amikor oldalra csináltuk. Akkor csináljuk háromnegyedes szögbe. Teljesen. Kicsit, hogy rövidebbnek tűnnek a karjaink, semmi más, ugyanaz, mint oldalra. Háromnegyedesen. És kicsit. Ez egy kicsit furán nézett. Vannak olyan stílusok, akik csak ezt így csinálják a háromnegyedes részben. Mert hogy az így a váll mozdulata sokkal szebb. Ezen felül lehet egy kézzel csak csinálni. Ugye a kétkezessel ellentétben. Csak egy kézzel. Csináljuk a másik kézzel is. Hogy egy féloldalasak legyünk. És még, hogyha azt vesszük, hogy a koreográfia törvényei szerint lehet darabosan is csinálni.
És ahogy szoktuk, alkalmazzuk a koreográfia törvényeit, és improvizáljunk a kedvenc zenénkre.